Mostani kísérletünkben a környezetszennyezésről lesz szó, és ezen belül is a levegőszennyezésről. A levegőszennyezéskor az egyik legfontosabb, amely az élő szervezeteknek hat, a kén-dioxid. Ugyanis kerül kén-dioxid a levegőben, hiszen ez nem egy természetes alkotó része a levegő összetételének. Kén-dioxid a fosszilis tüzelőanyagokat, például barna kőszén égetésével kerülhet a levegőbe, hiszen a szén az a szerves anyagokból keletkezik hosszú évmilliók során. A szerves anyagok fehérjét tartalmaznak, és hát a fehérjét nagy mennyiségűként. A kén égetésekor kén-dioxid keletkezik, és ez a csapadékkal, vízzel egyesülve kénesabb, majd kénsabbá alakul, ami egy erősebb és erősen roncsoló hatású. Hogy hogy roncsolja az élő természetben a növényeket, ezt egy nagyon egyszerű, de nagyon látványos kísérlettel szeretném bemutatni. Lehet látni ezt a szép vörös rózsát, mellette kén fogok égetni. Természetesen azért elszívó fülkében, mert a kén-dioxid egy nagyon szúros szagú és mérgező gáz, ránk is káros hatással lenne. Ez a kén-dioxid, amely keletkezik majd a kénlap égetésekor, a növény sejtjeiben levő vízzel kénsavvá alakul, és ez a kénsav, majd meglátjuk, hogy mit fog tenni ezzel a gyönyörű rózsával. Gyorsan letakarom, hogy a keletkező kén-dioxid gyengem ne károsítja. Az elszívó fülkét. Hát ez nem pár másodperc alatt fog bekövetkezni, a kísérlet eredmények azt mondja, csak pár perc alatt mondjuk meg. Addig pedig szeretném bebizonyítani, hogy itt tényleg egy erős sav keletkezett. Ebben az üvegben majd vízzel remegyekszel kémsavat előállítani, és utána pedig univerzál indikátor papírral megnézzük, hogy milyen savas a hatás. És majd jól látható az üvegben, kén-dioxid a belülése, mely egy füstszerű anyag. Egy kis várakozás, és aztán kínes a kis savat tudunk előállítani, és megnézem, mivel rájönni át a papírra. Különösen érzékenyek fenyők, egész fenyőelemet kipusztít, a zöld szinteseket teljesen roncsolja. Kén-dioxidra nagyon-nagyon érzékenyek az izmok, indikátor szervezeteknek is hívjuk őket, hiszen nagyon széles spektrum előtt fordulnak, kivéve azokon a helyeken, ahol kén-dioxid található a levegőben. Tehát gyárvárosok környékén az izmok nem nagyon találunk. Pedig egy kozmopolita szervezet, tényleg a sivatagoktól elkezdve a világtalan túráig megtalálhatók az izmok. Most pedig elmehettem ezt a kén-dioxidot. Thank you.
gondolom nagyon jól látható, hogy körülbelül egy hármas pillanat, egy erősen savas pillanat feleleznek. Akkor nézzük meg a növényünket, hogy ennyi alatt is történt a változás. Teljesen